a hagyományőrzők lehetősége és szerepe a tudományos ismeret terjesztő produkciókban. Hát nagyon szépen hangzik a cím. Ugye az, hogy hagyományőrző, az egy olyan átfogó elnevezés, ami azokra a civilekre alkalmazandó és alkalmazható, akik, hát hogy mondjam, korábban, mint kísérleti régész, legkorábban haditornász, aktuálisan történelmi újrajátszó, azaz reenactor, esetleg hobbista néven ismert a világban. Orsi ebből a hatból ötöt elmondott már, én is hobbista vagyok ilyen szinten. Ugye a tevékenység viszont ilyen formán újabban jelenleg ez a történelmi újrajátszás, ez jól lefedi azt, amire én nekem koncentrálnom kell, méghozzá úgy, hogy azt a kettő korszakot vettem kicsit górcső alá, amiben személyes és érintett vagyok történészként az egyikben inkább, míg hát újrajátszóként mind a kettőben. Ugye egy honfoglalás, Árpád-kor, illetve a török hódoltság korszaka az, ami nekem jutott. Úgyhogy mik a jellemzői ezeknek az embereknek, ugye civilek ők, és ha filmes oldalról próbál megközelíteni, akkor ők statiszták. Statiszták, de speciális tudással bírnak. Egy többlet tudás ez, tapasztalattal, eszköztárral, kipróbált felszereléssel bírnak. Mondjuk mozgáskultúra terén a közölt képek azok bizony ismerősök részben szerepelt és készültek. A felső kép az Volinban készült 2015-ben. Ott a Collegium Gladiatorum harcosai láthatók egy csata után, némi nem művérrel a fejükön. Alul pedig egy 48-as témát hoztam be, a híres tavaszi had egyik képe. Ezek olyan rendezvények, amelyek ugye mint fesztiválok való nagy hatással voltak az egész műfajra. Az újrajátszók magyarországi hát a lendületvételében is komoly részük volt. Még egy dolog van, ami fontos lehet, ezek az emberek rávehetők arra, hogy a tudásukat megmutassák, nyilván élőben is, vagy kameráknak, amiket jobban érdekel most. Úgyhogy ezeket az adottságokat kéne kihasználni és használni Magyarországon is, továbbiakban is arra, hogy hát valami történjen az ilyen típusú filmek terén. Na de ha picit belemegyünk abba, hogy mi is az újrajátszás történet szinten, akkor ott három funkciót írtam le, a megismételni, reprodukálni, felfedni, ezek ilyen rokonértelmű dolgok lehetnek. A kérdés feltétel előtt azt mindenképp tudnunk kell, hogy a reenactment kifejezés, az Nyugat-Európában meg Amerikában jóval tágasabb fogalom, mint egy történelmi filmnek a rendszere. Ők például nagyon szépen használják ezt dokumentálásra, például bűnesetek tárgyában. Újra játsszák a bűntényt, ehhez is ugye megfelelő tudású embereket használnak. Na most ennek hatalmas irodalma van, minket ez nem érdekel annyira. Egy biztos, hogy a kérdés meg úgy hangzik, hogy van-e hiteles igazság a történelmi dokumentumfilmekben. Nyilván ez egy határterület, de ha feltettük ezt egy játékfilmnél, akkor itt ugyanezt meg kell fogalmaznunk. Miért? Azért, mert a dokumentumfilm típusa, ahol a reenactor szerepet kap, az pont úgy megosztja a filmeseket is, az elmédszakértőt is, és hát a kritikusot is, továbbá a közönséget is, ugyanis egy ilyen film is lehet objektív, meg szubjektív. Ugye, hogy mondjam, hagynék az a sekélyes viccel, hogy mire jött a Táncsics a börtönben, hogy nem ő volt becsukva, hanem a börtön ajtó. Ezt inkább hagyjuk. Az van, hogy nem lehet objektív igazságot közölni egy dokufilmben sem. Van egy rendezői szándék, és akkor a filmes oldalt már is, hogy mondjam, bemutattuk, ami nem mindig egyezik az az elképzeléssel, amit a reenactor közösség láthatni akar. Na most következő helyzet, én éltem némi történet áttekintéssel, hogy mi is ez a reenactment nyugaton. Amerikát hoztam egyik példának, de hát ez azért nyilván úgy kezelendő, hogy Európában élünk. A lényeg az első olyan dokumentumfilm, amelyikben reenactorként szereplő emberek bukkantak fel, közel több mint 100 éves. Ez a Nanuk az Eszkimó, ahol konkrétan az történt, hogy az Ungava félsziget Eszkimó lakossága, ahol toboroztak pár embert, és azok bemutatták a kultúrájukat. Aha, melyiket is? Nanuk az 1922-höz képest 30 évvel azért letette a szigonyt, régen puskával vadászott, és nem olyan módon élt, ahogyan ezt eljátszották ott abban a filmben, de még ismerte a technikát. Tehát az van, hogy ha majd hozok magyar példát, akkor a kihaló pásztorvilág egyfajta ilyen kinti párhuzam lehet ő. Nyilvánvaló, hogy egy néma filmnél ez kicsit másként néz ki. A lényeg, hogy az amerikai szakirodalom ezt tartja az első reenactment alkotásnak. Viszont a modern, ha úgy tetszik, újrajátszás, az ahogyan nálunk is egyébként,
kerek évfordulóhoz kötött Amerikában, hogy a polgárháború 100 éves ügyei kapcsán a Bull Run-i csatánál már 6000 újrajátszót tudtak felsorakoztatni az amerikaiak. Ez persze fesztivál volt, nem film. Minden esetre egy elképesztő számot találtam, jó, Amerika Nagyország, furcsa szerzetek ők. Van úgy, hogy a 2000-es évek tájékán 50 000 újrajátszóból tudtak válogatni a filmesek. Elképesztő létszám ez. Ez nyilván csökkent azóta, mert hogy van egy biológiai folyamat, kiöregszenek, és ez megint csak fontos nálunk is. Jó, a lényeg annyi, hogy egy mozgalomról beszélünk, amelyik idestóban nem csak az északi féltekén hódít nyugaton, meg ugye nyilván nálunk is keleten, meg Európa közepén. És egy pár képet itt most mutatok, ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy miközben írtam az előadást, hát nem tudtam elkülöníteni, hogy csúszkálj a kategóriák között, meg a helyszínek között. Ezek a képek bizony akár filmekben is feltűnhetnének, pedig mindegyik fesztiválon készült. Az első ugye nyilván nem az a Napóleon, amit Scott most leginkább filmre vitt, hanem pont most hétvégén ennek hatására iszonyatú tömeget megmozgató ausztrálizi csatagurjátszása volt. Ezt Pejak István tanár úrral Szegedről 14 éve magam láttam személyesen, az se volt semmi, de itt most lengyel cimborák írták meg, hogy 1200 rinektor szerepelt benne, 60 ló és 15 vagy 25 ágyú, nem tudom pontosan, de elképesztő munkát tettek bele. Tehát filmszerű az egész élmény néhány képkockán keresztül is. Ami még izgibb, az az ettől jobbra látható történet, az bizony Irakban játszódik, az Ashura Fesztiválon, ami egy síta ünnep, ez igazából az ő passiójátékuk, ami egyben a reenactment legkorábbi formáját jelentheti a világon. Ez ugye a Kerbelai csatának állít emléket, Hussein imám meggyilkolása. Egyértelműen nem csak 4 darab arab volt beöltözve, ahogy a képen mutatjuk, hanem tömegek játszották el ezt a bizonyos döntő eseményt. Lent a már említett Volini helyszín látható, itt a csúcsot a 20 éves évforduló adta, ahol 400 viking csapott össze egymással. Nyilván a hősies Jomsborg, a most megtalálni vélt ottani település védői, és ilyen mindenféle kósza zsoldosok, mint például a magyarok, akik kijutottak. De a legkedvesebb az nekem az a negyedik kép, ahol, hát hogy mondjam, láthatólag ázsiai embereket látunk. Ők kínaiak, egy északi helyszínen, amit egy ilyen múzeumfaluként potom 80 millió dollárnak megfelelő yuanból tartanak fenn, illetve létesítettek. Nem tudom pontosan, el lehet oda menni, és be lehet pénzére öltözni civilnek, majd jól hátba rúgnak minket a szintén kínai, japán katonák, mert ez élmény. Tehát ez, ha úgy tetszik, egy speciális múzeumpedagógia, idézőjelbe téve. Ilyenek vannak. Visszautalva találtam egy képet a Nanook filmből, ugye egy valódi újrajátszás, csak éppen nagypapa eszközeivel. Tehát nem puskával, hanem ők eljátszották azt a rozmár vadászatot, hogy hogy csinálták. Az a rozmár megdöglött ott konkrétan a filmben, meg lehet nézni, fönn van az interneten. Tehát még tudták a technikát, és X felvétel után meg is csinálták. Előnyei az egész tevékenységnek. Hát ugye több arcú tevékenység ez az egész reenactment. Amit el tudok mondani, hogy mi köti össze ezeket a jellemzőket, ugye általában meglévő helyzeteket, cselekvéseket produkál, újra reprodukál az egész tevékenység, hát ha csak ugye nem saját ötletet dolgoz fel, tehát nem tesz hozzá valamit. Ez is gyakori azért, hogy kiegészítem, és akkor már is elérünk abba a dologba, hogy hol is a szabadság az alkotásban egy ilyen film kapcsán is. Na most azt mondja még a szakirodalom, hogy az ábrázolt helyzetek, cselekvések és események kutatásának, megerősítésének és hitelességének a hangsúlyozása lett az eszköz, tehát ennek eszköze a reenactment, de akár egy bizonyos verziót is meg tudunk vele jeleníteni. Tehát azt tudom mondani, hogy egy lovas harc például miből áll, mit kell ahhoz, ahogy itt elhangzott a 80-20 kapcsán, művelni a lóval, hogy belerongyoljon a pajzsfalba, és ne szaladjon el mondjuk a harcos látványától, mint jelenleg én tartok a saját lovammal. Ez nehéz, ugye az éves, több éves munkát jelent, ez egy ilyen dolog. A másik pedig, az újjátszások azok ugye másoknak, az állításainak a, hát mit mondjak, alátámasztására, esetleg kétségbevonása is alkalmasak. Itt azt tudom mondani, hogy 2009-10-ben az első olyan tesztet végeztük el, ahol az akkor már néhány elkészült szarúsíjat vetettük össze műanyag íjakkal hatótávolság és erő kapcsán. Ennek lett folytatása, de az a bizonyos, hogy mondjam, nagy kísérlet még mindig nincsen meg, hogy a most kézben levő pár száz íjjal egyszerre lőjünk sokat.
szarus íjjal, hogy az mit tud csinálni. Ez nagyon nehéz ezt összehozni, felvetődött, hogy talán lehet, én nem adtam még fel teljesen. Egy biztos, hogy ez az a rész, ami hát hitelesebb bemutatást tud alátámasztani, erre nagyon jó lehet a reenactment, és az ehhez értő személyek. Hogy egy olyan, mondjuk nem hoztam képet, mert kicsit vicces, meg rossz a minősége, benne voltam a 2013-10 éve volt, Herkules című szuperprodukcióba, Dwayne Johnsonnal, a sziklával személyesen, ahol 12 bakonyi indiánnal, mint statiszták, játszottuk a görög harcosokat íjászként, minket nem kellett tanítani. Tehát tudtuk, hogy kell íjat húzni, mondta a katonai szakértő, hogy jó, akkor ti előre álltok, akkor tudjuk, majd megtanítom közben, hogy kell egyszerre húzni a fegyvert, mert fog ez menni. Ez azért volt így, mert mi egymással lövünk az erdőben nyaranta, a futásból, takarásból. Jó, tehát ezek ilyen apródok, hogy akkor ez valami szakértem, többet tudás, jó, hülyék vagyunk, igen, rendben van, de ettől még ez használható adott filmes szituációban. Szerepjáték, ez megint csak ide köthető. Ugye az van, hogy helyzetekkel, egyénekkel, vagy csoportokkal lehet hát kontaktálni, felvenni a kapcsolatot, erre is jó a reenactment. És ahogy Orsi mondotta magáiban, ugye érthetőbbé, szórakoztatva teszik az előadást, hogy ugye van a múzeum, hogy az ember unalmas helyszínként ismerhet, ha nem tudja, hogy milyen munka folyik ott, akár reenactment segítségével. Ennek volt egy előképe Magyarországon, az élő történelem óra, az egy más idők, hogy ennek azért volt a különböző színvonalú megvalósulásai Magyarországon, ezt mindenki ismeri. Egy biztos, hogy ez is hozzáadott valamit a mozgalomhoz, a magyar arculatához, tehát sokan elkezdték ezt a dolgot, aztán van, aki csinálja, még valaki már nem. Egy biztos, hogy én azt is tudom, milyen jurtát állítani két emberrel egy olyan tesi teremben, ahol csúszik a linoleum, és nem lehet igazából fixálni a kerege alját. Nem baj, megoldottuk valahogy. Van ugye egy széles irodalma nyugaton az egész reenactment körnek, csak azért írtam be, hogy több ezer oldalas ez az irodalom. Minket ez még annyira nem tud megérinteni, pont amiatt nem, mert ugye sokkal szélesebb a spektruma nekik a reenactmentnek. Nekünk ugyebár itt most amúgy is a történeti oldalakén koncentrálni a filmes megvalósulásra. Első fecskék Magyarországon, hát hogy 89 volt egy nehezítő tényező, az állampárt nem engedte a fegyveres hagyőrcsoportok működését érthető okból. A mondott bakony indiánk szintén figyelt társaság volt, ezt lehet tudni. És azt is tudjuk, hogy ehhez képest azért volt egy olyan klub, az MHS Kebelén belül, amelyik működött, és ők találták ki a haditorna elnevezést erre az egészre. Ez az Rínyi Miklós történelmi haditorna klub, amelyik nagyon vicces, mert a úgymond polgári klubok közül az ejtőben és a lövész mellett a hármas számú volt. Ez valami volt akkor, és azt kell tudni, ezt infóba kaptam meg Szőlősi Gábortól, aki szintén tagja volt ennek a formációnak, hogy ők ott voltak Eger, ez az Egri csillagok 68-as forgatásán, egy 20 fős korai magyar harcvész brigád volt ott, mint reenactor, és utálták egymást a kaszkadőrökkel. Nem jöttek ki egymással, mert ezeknek volt egy mozgáskultúra, amit nyilván máshogy tanultak meg. Az első judósok Magyarországon, a karatésok voltak ők. Ez a tanárember, ez a dr. Szacski Mihály, ő vezette ezt a brigádot, és 20-nál több nem volt. Szőlősi Gábor nem tudott több olyan 89 előtti produkciót mondani, amiben szerepeltek ilyen emberek. Nem volt több feltehetőleg. Ami pedig nem reenactment szerintem, bár lehet, hogy megcáfolják a szavaimat, az a bizonyos 81-es Fábián Gyula zoológus professzor által jegyzett film, ami ugye a magyarok miatt a Ments meg Uram minket elhíresű szlogen címet kapta, ott fjord, pónikon, angol nyergekben erdész srácok vállalkoztak arra, hogy az első lovasíjászatot produkálják Magyarországon, nyilván szarus íjakkal, amit ugye Fábián Gyula rekonstruált, hát ez annyiban nem tekinthető reenactmentnek, hogy ők nem voltak íjászok, hanem egy jó mozgású csapat volt, amúgy pedig első, hogy mondjam, beköszönésnek, teljesen megfelelt. Jellemző, hogy a kópiát kilopta valaki a filmtárból, és így került az internetre. Ezt megint csak hagyjuk. Korábbi próbálkozások, azért tettem be ezeket, mert olyan régóta csinálom, ami nem túl vidám hír, hogy én is érintett vagyok bennük. Itt születtek ugye a 96-os, illetve 2000-es kerek évfordulók után olyan próbálkozások. Nyilván a honfoglalás, pozsonyi csata, meg a keresztény magyar államalapítás égisze évfordulók nyomán, amik ugye az egész témát, már a honfoglalás kora, Árpád kort, azt máig nemzetközi népszerűséggel látták el, úgyhogy néhány ilyen produkcióban a 2000-es évek elején szerepet kaptak hagyományőrzők is. Hát nyilvánvaló szigorúan fantasy bőrpáncélban,
Kassa Lajos lovasi íjász kizárólagos szerepeltetése mellett, aki hát egy utat adott az egész íjászatnak Magyarországon. Viszont teljesen nyilvánvaló, hogy ebben a produkció, meg több másikban, ami született, ott a fantasy nagyon erősen benne volt az egészben, tehát ez egy határterület. Nyilvánvalóan a filmes oldalnak a felelőssége az, ami érdekes lehet, vagy lehetett annak idején, hogy vajon miért történt ez így, hogy egyértelműen megszólalt benne Négyesi Lajos például, jókat is mondott, viszont utána pedig egy ilyen ezó vonal felé ment el a második két rész. Érdekes volt, hát még magam visszanézni. És akkor a jelenlegi helyzetről, ami úgy jelenleg 10 éves történet, amikor majdnem pont 10 éve az MTA kétnapos konferenciát tartott őstörténetet címmel, akkor ezt többen úgy értékelték, hogy nyitás volt. Asztal mögötti történészek és a magunk fajta emberek, hobbisták irányába. Hogy ez az volt-e vagy sem, sudárbolása szerint igen, nyitás volt, de én ezt azért szőrmentén kezelném. Egy biztos, hogy született egy tanulmánykötet az esetről, aminek a 430 oldalából 30-at kaptunk is, ami azért valami, mondjuk így. Viszont újabb 10 év telt el addig, míg az első olyan filmek megvalósultak, ugyebár a Lovakon gyerekekben, meg a folytatása, meg néhány más alkotás, ami fontos, ami hát már olyan szemletmód mentén készült, ami azt gondolom, hogy egy bizonyos kör szempontjából igencsak megfelel a kritériumoknak, mondjuk így. A másik korszak, amiben belártottam magam, az ugye a hódoltság kora. Ott egy picikét más motiváció tényezők működtek a reenactment filme ütelében. Nyilvánvalóan ugye a várfesztiválok, aztán a várfelújítási program, volt itt a lökő erő, úgyhogy itt kicsit korábban készültek olyan dokumentumfilmek, amiket meg lett tekinten adott végvárunk. Hát nem túl frekventált alsó termeiben, ilyen például Siroki várban látható mindig forgó alkotás. De volt ilyen régei palánkról is, ezek használhatóak, csak az a kérdés, hogy hány embert érnek el. Nyilván az ott látogató emberek nézik ezt meg, ha megnézik. Azt mondom, hogy a mostani helyzet a török vonalon, tehát törökös, azaz hódos vonalon sem mondható jobbnak, mint a 10. századot tekintve. Az, hogy van egy finanszírozási, egy politikai háttér, ezzel együtt kell élni, ezen nem igazán tudunk változtatni. Egy biztos, hogy Orsi szintén elmondta azt, hogy ami szembetűnő nekem, az az, hogy a rendezők közösségek és a filmesek között a csatornák hiányoznak. Tehát nem igazán van olyan párbeszéd, amelyik mondjuk azt segíteni, ami most Amerikát megint példának hozom, ott egy akármilyen ilyen filmnél, ez megint ugye nem dokufilm, de mondjuk a Viasat történelmi-históriai részét megnézem, tele van angol olyan dokufilmekkel, amelyek jók is, ott azzal kezdi rendezni, hogy felhívja ezeket a csoportokat. És embereket hív, akik ebben már bizonyítottak, tehát működőképesek. Ez nálunk nem feltétlenül van még így, mert, hogy mondjam, több minden hiányzik hozzá. A helyzet talán pont az elmúlt pár évben kezdett javulni, megváltozni, és a másik, hogy a háttértudás egy ilyen komplex lovasgyalogos harchoz is már megvan. Tehát azért összejött a történet. Korábban nem feltétlenül mondtam volna piacképesnek idézőjelben a falunapi szintű lovasbemutatókat és hasonlókat. Ebből láttunk épp eleget. Nyilvánvaló, hogy van itt egy ellentét a reenactorok, tehát a szereplők, ezen hobbisták, meg a filmes munka között is. Hát az a helyzet, hogy személyes tapasztalat, hogy néha nem értik meg a reenactorok, hogy mi a különbség egy fesztivál, meg egy filmes munka között. Ezt meg kell magyarázni, és el kell fogadják, rendet kell tartani a reenact csoportjai között, hogy rávehetünk reenactorok arra, hogy 38-szor is beállnak a kamera mögé, és jobban eljátszak azt a felvételt, amit korábban nem sikerült, mert a fények nem voltak jók, ők nem voltak jók, nem tetszett a rendezőnek. Aztán a másik, hogy tapasztalható egy egymás közti vetélkedés a csoportok között, és van egy individuum, ami hát magyarként úgy érzem, hogy mindenkinek a sajátja valahol, én tudom legjobban. Nagyon-nagyon nagy tapasztalat volt pont Volinban, hogy ott ezek a szláv nemzetek, ezek örömmel játszák a rabszolgát, a szegény embert, a nyomorultat. Nálunk nemecsek nem nagyon volt az elején, hogy most mennyien vannak, ez jó kérdés, de mindenki Árpád vezér. Továbbra is. Úgyhogy az az állapot, amit most itt vázoltam, nem feltétlenül nem tud elmozdulni jó irányba. Az optimizmus az adott, mindenképpen az van, hogy a filmes világ felé is kéne nyitni, nekik pedig erre reagálni kellene, ebben látni a továbblépés lehetőségét, mert tényleg született pár eléggé jó alkotás az elmúlt időszakban. Ezzel tudom megköszönni figyelmet.
szintén Volin, néhány szakemberrel a háttérben, meg saját szerénységemmel. Köszönöm szépen!